Kordon Müller János polgármester hétfő reggelre hívta össze a képviselőtestületet és az intézményvezetőket. Rövidítették a hivatal nyitvatartását, és a megfelelő higiéniai feltételek mellett látják el feladataikat a dolgozók. 65 év feletti nyugdíjasokat, akik a szociális étkezést veszik igénybe, nem megkérjük, hogy ne jöjjenek be saját érdekükben a konyhára az ebédjükért, hanem ezt a mai naptól fogva, ma délben már az önkormányzat kis buszával oldottuk meg. Kaposszekcsön az iskolában senki sem igényelt felügyeletet, míg az óvodában két kisgyermek felügyeletére érkezett igény a szülők részéről. Bezárták a közösségi házat és minden rendezvényt elhalasztottak. A gyerekek ne kint mászkáljanak az utcán, hanem igenis, hogy próbálják komolyan venni, hogy ez nem szünidő, hanem ez egy kényszerhelyzet. Dombováron is rendkívüli szünetet rendeltek el valamennyi óvodában, és a gyermek étkeztetés feltétel rendszerét is megoldották. Ezen túlmenően már ma is megtettük azokat az intézkedéseket, amelyek a hivatal működését az következő időszakban jellemezni fogják. Portaszolgálatot elindítottuk, két fővel üzemeltetjük, gyakorlatilag egyesével lehet csak bejönni a hivatalba, az ügyintéző lejön és elveszi az ügyiratot, tehát a hivatalban történő átjárás megszűnt. Dombováron március 16-ától zárva tart a Földi István könyvtár és helytörténeti gyűjtemény, valamint a Tinódi ház,